De ennél többről is szó van. Azt mondja a Biblia, hogy szükséges minden embernek, aki hisz, annak is újonnan születnie. Ma a születésnapról emlékezünk meg. Én szeretnék egy-két mondatot szólni előtte, miért most imádkoznék. Az újjá születésű. Ugyanis tudjátok, amikor az ember megszületik, egy bizonyos időt kap itt a Földön. Mit mond a Biblia? Hány élet? Mondja a Biblia, 70-80 év, ez az élet elkezdődik és véget ér. De van egy olyan születés, ami az örök életre mutat, amikor megszületünk lélekben, itt által, és az örök életben mutat, és az nem fog véget érni. Tegnap itt ástunk, látjátok, hogy munkálatok vannak, és valaki azt mondja, hogy ő újjá született. Volt egy nagy betegsége, és az orvosok lenullázták az egész testét, egy ősejtet kivettek belőle, nem tudom, hogy hallottatok-e ilyen beültetésről, az egész testét lenullázták, és aztán beindították azt az ősejtet, és újra élet az egész teste, és többen ismerik is ezt a férfiút, ezt a gyülekezeti tagot, hát ez is egy újjászületés, de ez csak ide a Földre. Kapott még 10 évet, 20-at, 30-at, nem tudjuk, hogy mennyi. Vagy valaki egy balesetet megúszott, talán közületnek is volt már ilyen, és azt mondja, hát most újra számíthatom az életemet, mert olyan nagy megmenekülés volt. De megint csak ez erre a földi életre vonatkozik. Viszont Isten igéje azt mondja, hogy nekünk van ennél nagyobb lehetőségünk az örök életre megszületni. Azt mondja Biblia, és ezzel köszönöm Csabát is, de mindjártokat, aki hisz az Úr Jézusban, sőt követi, annak örök élete van. Én ezt a jó kívánságot mondom, de nem csak Csabának, mert nem szeretem, hogy ez csak az övé legyen, vagy egyik, vagy másik személy, hanem ez mindnyájunké lehet. Aki követi Jézus Krisztust, az örök életet kaphat. Hát ez az igazi újjászületés, nem az, hogy én megszülettem 1980-ban, és akkor majd egy darabig élek, hanem az, hogyha megvalljuk bűneinket, ő és igaz, ő megbocsán, és megtisztít minket. Az Úr Jézus azért halt meg, hogy ne kelljen örök halára mennünk, hanem az örök életre, a mennyországba. És én ezt a legnagyobb kívánságot hozom most elétek, és most imádkozni is fogunk. Vigyük Isten elé, hogy Isten adjon nekünk örök életet. Ne csak ezt a földet, nagyon jó tud lenni, néha nagyon rossz, de az örök életet adja nekünk, és azt olvassuk a Bibliában, ha valaki megbánja a bűneit, kegyelmet kér Istentől, követi Jézus Krisztus hittel, vagy tudom, hogy közületek többen, azok életben van, és ezt szeretném, hogy ezért imádkozzunk most. Hagyjuk meg a fejünket. Uram, hálát adok neked azért a napért, köszönöm neked, hogy ünnepelhetünk a születésnapot is, a születésnapost is, de ezt a családot, amely sokrétű, de mégis most összejött és össze akar tartani. Kérlek, áld meg őket, az idősebbeket, a gyermekeket is, a középkorúakat is, férfiakat és nőket egyaránt, Uram. Köszönöm a földi életünket, és hogy az tart egy ideig, a tőled kiszabott ideig, de köszönöm, hogy van ennél egy nagyobb ajándékod az örök élet. Uram, kérlek, bocsáss meg bűneinket, véved el, töröld el azokat, és adj kegyelmet, és adj örök életet nekünk, és mi téged akarunk követni. És hálát adunk a mai napért is, az ételért, és ezért a közösségért adj békességet, egymás iránti szeretetet tiszteltem meg. És kérem, hogy egy pár szót szóljon, és utána majd lehet, hogy ennél is így fogunk. Hát igazából így szavakkal nem tudom elmondani, de amiről te is beszéltél, hogy a szeretet, ami igazából összetart minket, és így a családban is, a nagy családban, most az övetéknek a lakóságok, és mi egyben vagyunk testvérek. És a Biblia úgy beszél a szeretetről, hogy az, ami mindent elfedez, és mindent eltű, ami azt jelenti, hogy a szeretetben nincs harag, meg nincs ellenségeskedés. És én nagyon örülök, hálás vagyok elsősorban Istennek, de itt mindenki, aki most itt van, és együtt örül velünk, mert a Biblia azt mondja, hogy örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. Hát most szeretnénk örülni egymásnak elsősorban, de nagy szeretettel köszöntöm a lányomat a születésnapján, Évettet meg Anikót, mert most az ő születésnapjuk miatt jöttünk össze elsősorban, de azért, hogy egymásra szeretetek tudunk lenni most. Köszöntök mindenkit, és jó étvágyat kívánok! Köszönjük! Köszönjük.
Állj, csomag, csomag, állj, csomag.